Nehéz esztendőn vannak túl a Támasz Alapítvány hajléktalanjai és munkatársai. Második éve őket is érinti a COVID-járvány. Emiatt sok többletfeladata volt a munkatársaknak, főleg az egészségügyi személyzetnek, szociális dolgozóknak, mondta Fonyó József, a Pécsi Támasz Alapítvány integrált intézmény vezetője. Ugyanakkor a napi feladatokat ugyanúgy kell végeznünk, tehát a krízis időszakra vonatkozóan azokat az életmentő feladatokat, amiket az utcai szolgálatunk és a krízisszállónk ellát, valamint a menedékhelyek, ezek továbbra is ugyanúgy folytatódnak, ahogy az előző években már megszokott volt. A karácsony minden évben a legnehezebb időszak a hajléktalanok életében. A magányos embert ez az ünnep emlékezteti a legjobban arra, hogy a család hiányzik. Az intézmény dolgozói ezért mindent megtesznek, hogy az ellátottjaik nyugalma biztonságban legyen. Ünnepkor töltött káposztával készülnek valamennyi szolgáltatásukban, hangsúlyozta az integrált intézményvezető. Az idei évben lehetőségünk volt, hogy az élelmiszer Bank Egyesülettel közösen egy adománygyűjtésben vettünk részt, így a szállón élő hajléktalanjaink számára és az utcán élők közül néhány személynek, akik önállátóan képesek gondoskodni magukról, most gondolok arra, hogy tartós élelmiszert fel tudnak használni, azok számára tudtunk csomagokat készíteni. Az ünnepi ebédet több mint 200 személy számára tudják biztosítani. A 200 ellátottjuk közül 130-nak sikerült ajándékcsomagot is összeállítani, de senki nem marad ajándék nélkül. Édességet mindenki kap karácsonyra, tette hozzá a vezető.